Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis Farm Together játékot. Úgyhogy nézzük is meg, ugye folytassuk a farmunknak az ilyen... Ja, és testre szabtam a karakteremet is. Úgyhogy majd meg fogjátok látni. Fiú lett. Na. És hát ugye már ez a következő nap, úgyhogy mindent betakarítunk, mert már minden leszedhető. Ugye ez a következő nap, aludtam egy kicsit, és pár órás. Most már mindent betakarítok. Így van. Hú, egymás egyén hátán vannak. Hát, hogy nem kellett volna ilyen sűrre. Jó. Nem. Így jó lesz. Látjátok? Hoho, és ötös szintű lettem. Király. Ez az. Úgyhogy kisfiú lettem, nézzétek csak. Haha. Uff, kicsit hosszabbra csináltam így a hajamat. És akkor most így, hogy... Ó, szintet lépett. Padlizsán, második szintű lett. Király, és... Robin farmja is hatos szintű lett. Ugye vásároltam egy új helyet. És most ugye tavasz van, ahogy látjátok. Aztán azt mondja, mindegyiket kiszedem, és újra fogjuk csinálni. Lesz elegendő pénz. Ahogy látjátok, hogy... Uff. Hoppá. Borsó is megnőtt, ugye ebből csak egy oszlopot tudtam gyártani. Jaj, miért locsoltam? Ő a kék szőlőt most így leszedem. Azok is beérette. Van három almafa. Pá, és második szintű lett. Ott van még egy adag. Nem szembe, ahogy látjátok. Hopp, bing. Na, sárga paprikák is beérettek. És akkor minden esetre, amikor ezt így jó sok minden van itt, azt a mindenit. Második szintre került a sárga paprika, de van itt még, amit ki kell szednem, úgyhogy itt vannak az áfonyák. Ja, így megyek. Ebből jó sok van. Hát jó sokat kell gerebíznem. Most ez csak egy ilyen rövidke videó lesz. Gyorsan megpróbáljuk leszületelni így a dolgokat. Másik szintre az áfonya, tökéletes. És ha jól emlékszem, mindegyik szint lépéskor többet tudunk betakarítani. Én szerintem. És ugye most vásároltunk telket és újat, úgyhogy majd... Hoppá, szintet léptem! Nem is hittem volna. Na, itt vannak a paradicsomok.
így három sorban van. Hogy? Szerintem ez így meg lesz, akkor a végén. Több mint 17 percig. Hoppá, második szintre lépett a paradicsom is. Van még. Hát jó sok mindent kell. Hát majd traktorral könnyebb lesz azért. Ezek négy levegő erék. Na, és akkor... Letessük őket. Kicsi a helyük, de semmi gond. Itt vannak. Szőlő. Szintet lépett a farmom. Király. Hetes szintű már a farm, ha jól látom. Aha. Fogjunk egy kis. Szintlépés negyedik szintre lépett, és most vagyunk a téli időszakban. Jól látom. Ó, beérett a vörös hagyma. Esik a hó, esik a hó. Második szint. Emelkedett. Vörös hagyma. Tökéletes. Ez az. Jó. Még mik vannak itt? Aha, itt vannak még. Jó kis szőlőim. Harmadik szint. Hoho. Király. Hogy húzza ki a földből? De. Jó pofa. Ó. Na, akkor itt még ugye meg kell locsolnom a tököket. És ott szembe is van három fa. Lehet, hogy ezt így azt kellene megcsinálni, hogy inkább így helykihagyásokkal megoldani, hogy ne legyenek annyira töminte mennyiség. Na itt aztán érdekes dolog lesz. Ezeket is. Ezeket is így. Hú, teljesítményt értem el. Hát azt mondja, hogy
ezt így. Lehet, hogy rosszul csináltam. Mert ezt még egy kicsit... ide. Tökéletes. Ugye itt most megvásároltam, úgyhogy végig itt... Szerintem... ezt is így beültetem. Vagyis, hogy így csinálom. Hogy? Hát szerintem ezt az utat valami másra kell. Ja, hoppá! Ezeket azért leszedem. És akkor nézzük meg. Tak. Mindenképpen erre gondoltam, de ez elég drága mulatság. Hát... ez meg már drága. Mindegy. Ez így megvan. Na és akkor kezdjük el a kapálást. Utána ültetgetünk. Először erre a nagy helyre, és utána arra a helyre fogunk ültetni. Most így, amiket így kiszedtünk, tökök még ott vannak. Megpróbálok egy ilyen helyre. Sok. Jó. És akkor nézzük meg, hogy miket lehetne. Van görögdinnye? Ez jó. Két nap? Hogy. 30 perc. Ha, 10 perc. Aha. Ez jó lesz, szerintem. Ez
jó lesz. Végig ilyen fejes salátákat fogok ültetni. Jó nagy terület ez. És utána meglocsolom őket. Ez megvan. Négy level lóere. Hát... A lóever a... Aha, földi magyaró. Na, az jó lesz. Kell az. Akkor ide földi magyaró lesz. Drága, 300, hű, ajjajjaj. Gondolom, hogy a farmon minél magasabb szintű lesz, annál nagyobb területre tudok terjeszkedni. Lehetséges? Na, ez jó. Jaj, csak van. Aha, van répa is. Ez jó. És nem is olyan rossz a betakarítása. Akkor tudjátok mit? Nem, ide. Két oldalra. Ja, itt nincs is felásó. Mindegy. Ez meg vagyok ezzel, akkor meglocsolom ezt a három részt. Ez az. Jó. A dinnye az két nap, úgyhogy az... Az úgy jó lesz, hogyha úgy ültetek. Először így felkapálom itt a föld. Úgy. Most próbálok úgy csinálni, hogy olcsóbbakat, amik többet hoznak. Konyhár. Hatos szintű a karakterem. Gyorsabban lép szintet a farmon, mint én. Na, akkor locsoljuk. Meg kell néznem, hogy maga a traktor az mennyibe kerül, mert azzal már sokkal könnyebb lesz így a
vetés, meg a betakarítás is. Úgyhogy muszáj volt így megváltoztatnom így a karakteremet, szerintem ez így sokkal királyabb. Imádom ezt a játékot. És persze majd lesznek fejlesztések, csak most így gyűjtögető, sporolós. Van vagyok. Jó nagy területen vannak ezek. Egyedülést csinálni azért az nem semmi. Reméljük, hogy majd jönnek a segítségek. Mi? Hát most locsoltam meg őket. Nem fogom még egyszer meglocsolni, hát most locsoltam meg. Ilyen szomjasak lennének a fejes salátáim. Hó, persze. Jézus. Mindegy, de a földi magyarokat locsolom, és utána visszatérek a... fejes salátához. Vagy először ültetek még egy kisebb helyre. Valami már? Na. Már éjszaka van. Jézusom, ezek tényleg... Na! A répák. Vagyis... Igen, a répák is megszomjaztak. Na, ide dinnyéket fogok rakni. Az két napos. Hogy legyen az, hogy ne legyenek ilyen 5 másodperces dolgok. Hopp! Ez már a tavasz! Ha lehet, hogy már dinnyét nem is fog... De azért tudok. Oké, na nézzük! És lehet takarítani a tiéd. Jó gyors. Na, a dinnyék. Ezek két napig jól el lesznek. Hűha!
Na, ezek is aztán... Jól megszomjaztak. És a locsolással csökkentem az idejüket. Ja. Lehet egy kicsit hosszabb idejű zöldségét, egy gyümölcsöket kell ültetnem. Már mindegyik. Nem is kell locsolni. Jó kis tavaszi időjárás. Látom, itt is vannak. Na. Jön a betakarítás. Na, a fejes saláta, 70 darab. Az a küldetés, nem sok. Hát 70 nem lesz. Visszhangzik, halljátok? Hó, hatos szintű lett, ha jól látom, a fejes saláta. Ez jó volt, jól esett. Földi magyarokat már megindul, locsolnom kell, Jézusom. Yes, yes. Ezek jól szomjasak. És ezzel meg lesz a következő küldetés. Az a 40 magyarok betakarítás. Már kell ültetni mást is, úgyhogy most erre nem jövök rá. Jó, beszedjük a cuccokat. Begyűjtjük. Betakarítjuk. Köszönöm. Nincs kedvem most. Na itt van egy ilyen kisebb rész. Bár lehetne azt is csinálni. Na, mindegy. Jó lesz ez így. Egy olyat kellene erre a kis részre raknom. Mindjárt a csirkéket, vagy tyúkokat is megnézem. Na, ott van leszületelni való. Na, nézzük. Na, mondjuk... Tizenkét óra.
tökéletes. Bár ez... Két óra. Ó, tökéletes. Paradicsom. Jó. Most itt betakarítjuk ezeket, és akkor itt lehet fejes saláta is ide, hogy majd meglátjuk, de itt egyfélét szeretnék. Hármas szintű lett a padlizsánom, király. Na, szintlépés, Darimel! Ó, hetes szintű lettem! Ha, ez tökéletes. Hát még tulajdonképpen a... Nem nagyon csináltam semmit. Utat is kellene, de ezt még nem nagyon tudom. A halak azok jól el vannak. Na, akkor nézzük csak. Három óra. Tökéletes. Itt lesznek a burgonyák. Kicsit meglocsolom őket. Elültettem így minden. Megpróbálok nem pár perceses cuccokat ültetni. A répákat már összeszedhetem. Így ez meg lesz. Aha! És utána gondolkozok, hogy ott mit ültessek. Jó burgonya mennyiség lesz ez. Azokat a fákat lehet, hogy egy kicsit távolabb kellene egymástól raknom. Na.
Na mondjuk lehetne azt is csinálni, hogy... így. Na nézzük, mik vannak itt. Szerintem ez a 45 perces saláta. Ez jó, vagy... hagyma. Vörös hagyma. Tökéletes. Nem csak ott voltak a vörös hagymák, akkor itt lesz neki ültetve. Ja, ez még nincs be. Máshol. Vagyis, hogy... jó, akkor... ezt így... meg lesz oldva. Salátákat rakjuk. Vörös hagyma. Jaj, de. Tökéletes. Jaj, éjszaka lett. Mindjárt jön a nyár, mert ez ugye a tavasz volt. Jó. Egy pillanat iszok egyet. Aztán, de lehet, hogy mégse az lesz. Mindjárt megnézem. Na nézzük. Hát, 4 levelű lóherék. Jó sokba kerülnek. És 2 óra. Jó, legyen. Drága mulatság, de van annyi pénzem rá, hogy talán az összeset így beültetem. De azért nem semmi, hogy így 250-et kellene. Igen, meg lesz ez. Aha. Jó. Ebből tudok majd cuccokat is venni, utakkal, hogy... most már meg kell néznem a tyúkokat is. Csak ezt még megbocsolom. Be kell takarítanunk. Ó, már látom, be kell takarítani a cuccokat. Nem. Azok a répák. Jó. A répákat kihúzgáljuk. Hopp, és harmadik szintre lépett a répa. Na ez jó. De valami hosszabb időt álló, amelyik lassabban nő most olyanra. Pályázok, hogy olyat ültetse. A répák meg a fejes saláta, meg még más az ráér későbbre. Tudjátok, ilyen hogy a tök, vagy a dinnye. És egyre több választható lesz.
most ezt mind kapálni megint. Á, 4-es szintű lett. Na igen, erre a nagy területre mit vegyek? Most, hogy megnézzük. Földi... Ó, a földi magyarok, akkor meg lesz így a küldetés. Hopp. És ez most így a nyárra átváltott. Állítólag 17 percenként vált harmadik szint. És meg lesz a küldetés, már most látom. De hogy mit ültessek, ez még egy jó kérdés. Mindenképpen egy ilyen hosszabb várakozást, egy ilyen pár órát. Ohó, feladat teljesítve! Erős akarat, diadalt aratsz. Jó kis teljesítményt értem el. Na, ezt leszedjük. Ezt is. Már 8-as szintű az alma. Az igen. Jó. Azokat is betakarítjuk. Nem ezt akartam. Na akkor menjünk ide. Jó. Mert mindenképpen akkor ezt a nagyot. Be kell keríteni. És el úgy keríteni ezt is. Mennyi munka van? Nem semmi. Hát egy farmer munkája, az nem kis miska. Szó szerint. Most válthatott. Meg kell nézni, hogy fejes vált, tehát inkább össze, ha lehet persze. Azt szerintem mindegy. Na ugye nem kell locsolnom, ez a másik. És ahogy elültetem, egyből meg is locsolja az eső. Az az ősz. Na, akkor nézzük meg. Ó, igen. Tök az. Hát nem is tudom. Két nap. Jó, tudjátok mit? Hihi.
jó lesz. Majd oda a nagy helyre, oda majd rövidebb idejű. És hogy gyorsabban termő fogok elhelyezni. Itt végig csak tökök lesz. Az már könnyebb lesz. Végig tarolom így a locsolással. Csaj, igen. Tökömböföm. Másikak már nagyobbak, azokat már tegnap ültettem, vagyis hogy igen. Szó szerint, az előző nap. Többször ahogy fölnézek erre a farmos játékra, ezt fel is veszem, úgyhogy semmiről nem fogtok lemaradni. Ha meg igen, és már a videó is meg lett csinálva, akkor nyugodtan pörgessétek csak ezt. Na. Ez így megvan. Ezt a nagy részt ezt majd ahogy megcsinálom. Ezt kellene. Megcsinálni. Gondolkozok, hogy mit ültessek. Ó, a Robin farmja 8-as szintű lett. Az igen. Látjátok, milyen jól csinálom így a dolgokat. Ó, és... Jó sok. Pénzem van. És ide még megnézem, hogy miket ültethetek ide. De látjátok, hogy ó, hát óriási hely ez. Mindjárt megnézem, hogy van-e valami traktor, vagy valami ilyesmi. Nézzük csak meg. Ú, már lehetne mindenféle. Ú, mennyi virág van itt. Azt a mindenit. Na igen, nézzük csak, mi ez itt? Ja, a zöldségpult. Kút. Lehet volt itt már kút. Sütöde. Ó, malom. Mi a szösz? Szélerőmű. Vendégkönyv. Aha, mindenféle ilyen. Jól néznek ki. Vannak halak is. Kacsa is van. Ó, körtefa! Ó, hát akkor... Ez jó lesz. Banánfa. Hát ez... Almafa. Bambusz. Ó,
Mondjuk ez jó egy kör. Nézzük meg, hogy... Ide tesszük. Egy a hármat. Biztos, ami biztos. Körtefa. Jó. És akkor... mit is akartam csinálni? Nem csak... nem gyapotot. Fekete bors. 4 óra. Aha. Hú, ez 500. 4 óra. Na, jó, aloe vera. Ez jó. Aloe vera az mindig jól jön. Locsolom őket. És akkor hát lehet, hogy hamarosan végzek így. Még szétnézek, a csirkéket figyeltetem, mert tuti, hogy de az majd a következő videóban lesz. Meg ugye folytatnak kell az ilyen ültetgetést. Ez most így rendben van, aloe verák azok. Ja, így gyorsabban futok, figyelitek? Na, a dinnyék azok jól el vannak. Ó, meg kell locsolnom itt a paradicsomokat. Még egy részbe ültetek. Csak még ezeket még meglocsolom. A 4 levelű helyéket simán. Hát nem túl sok. De jó ez így. Ez igen. Várjál. Nem tudlak utolérni. Ez az. Várjatok. Nem tudlak utolérni neked.
Hoppá! Csirkék! Jó étvágya! Nem, ezt nem akartam. Ezt akartam. Ú, már érnek. Kétféle dolgot fogok elültetni. Még gyorsba. Azért nem semmi, hogy 7-es szintű vagyok. És bármikor 8-assá válhatok. Még pár ilyen. És bum. Kot. Ez az. Ó, toltak tojást. Látom. Mindjárt oda megyek. Csak hát nagy munkába vagyok ám itt. Ja. Na nézzük. Jó lesz ez, áfonya. Tulajdonképpen ezeket az áfonyákat így elültetem. Ajjaj. Nem tudom pont... Aj, Istenem. Mi is a sárga paprika? Aha. Karalábé. Borsó. Hát jó, legyen ez. Már nem aktuális a... De jó, az áfonya nem aktuális. Még 3-at kellett volna leraknom. És pont eltelt az idő. Ugye ez már az ősz. Pont úgy, mindegy, az a 3 az kimarad. Most a borsót kell megcsinálnunk. Meglocsolnunk így ezeket. Jó? Akkor locsoljunk. És az almákat szedjük le. És akkor ezzel így, amikor ezeket így meglocsoltam, tulajdonképpen így más egy is lesz. Nagyon zavarja ott a szememet, úgyhogy gyorsan ezt így tojásokat csak úgy száll. Ilyen egy betakarítás. És akkor locsoljuk meg még ezt. Amúgy úgy több mint 20. Ültettünk el ide.
érted, a fejlődésen vagyunk. Meg? Aha. Ó, na ne. Kifogunk pár talat. Jó? Haha! Kifogtam. Ez az. Na, és akkor be fogunk keríteni ezt is, meg még egy helyet. Mert még azért van pár olyan, amelyiket még nem. És utat is kellene majd csinálnom. És ugye még ültetek ide egy... Nem. Ja. Jó. Megérettek a fák a születre. Hoppá, 4-es szintű lett a citromfám. Király. És szerintem ide rakjuk a vendégkönyvet. Majd ide a közelbe. Pillanat, és már meg is csináljuk így a dolgokat. Aha. Szerintetek mi van akkor, ha erre rá tesszük a vendégkönyvet? Meg tudjuk azt csinálni? Nem. Akkor azt... Jó. Pedig milyen jó lett volna, hogyha egy utat azért nem lehet. Na mindegy. De ott van a vendégkönyv, aki akar írhat. Már hogyha akit behívok. Jó. Na most menjünk, szedjük. Vagyis hogy szedjük össze a dolgokat. Egy pillanat, iszok egyet. Na. Ez az. Na, hát akkor ennyi lett volna így. Azért haladtunk a dologgal. És igen. Még azért van itt valami? Még kaptál? Még kaptál? Nézzétek csak! Ez jó! Tudjátok mit? Tegyünk ebből ide.
Ez így jó lesz. Muszáj volt. És akkor most már tényleg abba hagyjuk így a videót. Úgyhogy sziasztok, és remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!